Már Frankfurtban, Németországban van az a 26 magyar, akiket Afganisztánból menekítettek ki repülőgéppel, közölte Magyar Levente. A külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára hozzátette, hogy a magyarok biztonságban vannak, és valószínűleg ma megérkeznek Budapestre. Beszélt arról is, hogy hajnalban felszálltak azok a repülőgépek, amelyek a következő napokban elhozzák Kabulból a még ott maradt magyarokat, illetve azokat az afgánokat, akik korábban segítették a magyar katonai egységeket. Az éjszakai óráknak a második felében megérkeztek Európába, Frankfurtban tartózkodnak jelenleg. Már Frankfurtban van az a 26 magyar, akit tegnap menekítette ki Afganisztánból, jelentette be a külgazdasági és külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, mindannyian még ma hazaérkeznek Németországból. Az államtitkár hangsúlyozta, az, hogy jól vannak és épségben átvészelték ezt a kemény időszakot, az mindenkit örömmel tölthet el, és bizakodásra adhat okot, hogy a mentőakció folytatása is hasonlóan sikeres lesz. Ma hajnalban felszálltak azok a repülőgépek Magyarországról, amelyek Kabult vették irányba, célozták meg, meg fognak állni Üzbegisztánban közben, és legjobb reményeink szerint a következő egy-két nap során arról tudunk majd beszámolni, hogy Kabulból elhozták azokat a magyarokat, akik még ott vannak, illetve azokat az afgán állampolgárokat, akikről korábban ugye beszámoltunk, hogy a magyar csapatokat segítették. Nem volt egyszerű megszervezni az utat, mert nem csak Kabulban vannak kaotikus állapotok, hanem az egész közép-ázsiai légtér megtelt, tette hozzá Magyar Levente, aki kiemelte. Szijjártó Péter miniszter éjjel telefonon kérte meg az üzbég miniszterelnök helyettest, hogy a magyar gépek megtankolhassanak és átrepülhessenek. Magyar Levente azt mondta, mindent megtesznek azért, hogy a magyar gépek ne üresen szálljanak fel, és felférjenek rájuk, akiket szeretnének kihozni. Egyúttal hangsúlyozta, Magyarország semmifajta menekült elosztási mechanizmusban nem vesz részt. Ugye itt a veszély tulajdonképpen az, hogy egy szimbólum miatt, adott esetben egy afgán helyzet miatt, vagy annak idején a szír helyzet miatt, tulajdonképpen a menekültek száma ilyen értelme, az illegális menekültek száma megnő. Hatalmasra duzzadhat az Európa felé megindulóknak a száma az afgán válság miatt. Erről beszélt az M1-en Földi László. A titkosszolgálati szakértő szerint csak úgy, mint a szíriai konfliktus idején, úgy most is sokan a térségből az ott kialakult helyzetre hivatkozva próbálnak meg bejutni majd Európába. Itt nem azzal kell számolni véleményem szerint, hogy Afganisztánból milyen nagy számban jönnek menekültek, hanem azzal kell számolni, hogy óriásira megduzzad a menekültek száma a közeli jövőben, akik mind afgánnak fogják mondani magukat. Miközben ez nem így lesz. És ugye az illegális mozgásnak az egyik lényege, hogy nem tudjuk dokumentálni, hogy valóban az vagy nem. A szakértő a csapatkivonások kapcsán arról beszélt, hogy a táliboknak a nemzetközi megítélésük miatt nem érdekük most bosszút indítani azok ellen, akik segítették az amerikaiakat. Úgy látja, a lázadók megvárják, míg minden külföldi katona elhagyja az országot, és majd azután kezdik meg a saját elképzelésük szerinti rendszert kiépíteni.